Nem sokan büszkélkedhetnek azzal, hogy a zágoni Mikeskelemen egykori udvarházában születtek. A 60-as években az épület szülészetként működött. Egyike ezen szerencsés embereknek Tamás Sándor, az RMDS Kovászna megyei tanácselnök jelöltje, aki 1966-ban a szűz jegyében látta meg a napvilágot. Édesanyám mesélte, hogy a szülőszoba, mert hogy ez tulajdonképpen egy szülészet volt, a szülőszoba ebbe a sarokba volt, ebbe az épület sarkába, és elég nehezen jöttem a világra, hiszen szegény 3 napot vajudott, később, ahogy elmesélte, 3 napot vajudott addig, amíg megszülettem. Maga a tudat, a genius loci, tehát a hely szelleme, az azt hiszem, hogy meghatározta a további pályámot, gondolatmenetemet, kialakított egy értékrendet bennem. Szülei kézdi Szentlélekről származnak. Gyerekkora első éveit Zágonban töltötte. Itt él még egykori dajkája is, aki a mai napig meghatottan követi az egykori Sanyika politikai karrierjét. Nagyon kísérem én a tévében, és mikor beszélget, én nagyon boldog vagyok, mintha én szültem volna, az én gyermekemet láttam. Én büszke vagyok rá, mert erre csak büszke lehet lenni. Nem lett semmi egyéb belőle egy ügyes valaki, akit bármikor nem lehet szégyelni, mert a mi kormányunkban van, a minket, a jogunkat védi. Tanulmányait Kézdivásárhelyen, majd Budapesten folytatta, és 1995-ben jogi oklevéllel a kezében tért haza. 2 éven át Tőkés László püspök úr tanácsosa volt. 12 éven 3 széket képviseli Románia parlamentjében. Az RMDS Kovászna megyei tanácselnök jelöltje a fővárosokban szerzett tapasztalataival és kapcsolatrendszerével eredményesebb és hatékonyabb megyefejlődést szeretne, amit a térségbeli önkormányzatok összefogásával lehet elérni. Mert eredményt kell elérni. Mert az emberek azt várják, hogy eredményeket érjünk el. Azt várják, hogy megjavítsák az utat, azt várják, hogy vízhálózat legyen, és így tovább lehetne sorolni ezeket a kérdéseket. Jogosok az igények, de ezeket csak úgy tudjuk elérni, hogyha ez a 3 szint, helyi önkormányzat, megyei önkormányzat és az országos politikai szint egy huron pendül. Egy irányba húzzuk a szeket. Tamás Sándor a képviselőházi felszólalási lehetőségét hónapokig arra használta, hogy Európában működő autonómia modelleket mutasson be a képviselőtársainak. A terepen szeretné feloldani azokat a tabukat, amelyeket több kollégájától naponta hall, hogy a székelyföldi románok félnek a területi autonómiától, mert a vélt elnyomásuk ezáltal fokozódna. A Kovászna megyei szintiszta román bodza vidéket bejárva szóba állt az emberekkel, hogy megtudja a területi autonómiával kapcsolatos véleményüket. Ce ziceți? Nu ar fi mai bine să avem autonomie locală mai mare? Nu. Din cauza că românii sunt tratați foarte prost în județul Covalda și în județul Harghita și în față de maghiari. Nu de jos să pleacă, să pleacă de sus. Corect, aici suntem de acord. Să pleacă de sus. Corect. Și din cauza asta oamenii de rând, maghiarii cu românii să descurcă destul de bine. Dar cum este proverbul? De la cap să împute pește. Corect. A magyar megyei tanácselnök jelölt plakátjai nem zavarnak senkit a román vidéken sem. Tamás Sándor azt tapasztalta. A román közemben előtt nem világos, hogy mit akarnak a magyarok, de nem zárkoznak el az életüket javító változások elől. A Kovászna megyei tanácselnök jelölt Kézdivásárhelyen kertes családi házban él magyar szakos tanárnő feleségével és 3 gyerekével, a 10 éves Annával, a 6 éves Fannival, és az 5 éves Benedekkel, akik szerint Tamás Sándor a legjobb apa a világon. Az RMDS Kovászna megyei tanácselnök jelöltje azt is tudja, miként kell Brüsszelből és Bukarestből pénzt hazahozni Székelyföldre, 3 székre. Az erőfeszítések nem hiába valók, az eredmények magukért beszélnek. Nem elég befejezni egy kórházat, megépíteni, azt fenn is kell tartani, a működését biztosítani kell. Na hát ebben segített Tamás Sándor képviselő úr. Együtt sikerült a kardiológiai kompartimentumot, a kardiológiai részleget megszervezni, a gárdavonalakat biztosítani, hogy ezek a gárdavonalak, valamint a zabolai pszichiátriának, a Kézdivásárhelyi kórháznak a csatolását. Tamás Sándor kampánykörútján egy sor olyan problémával találkozott, amelyek az íróasztal mögül nem látszanak, de a vidéki emberek számára a legfontosabb megoldandó kérdések. A főúttól távol eső Sepsi Magyaroson vissza kell állítani a régi postaszolgálatot.
Ojtozban és Mellásfürdőn be kell vezetni a köztelefonrendszert. Kézdi Oroszfaluban már a kampány során összefogással sikerült kicserélni a transzformátort, amelynek következtében minőségében javult az áramszolgáltatás a faluban. Tamás Sándor az RMDSZ Kovászna megyei tanácselnök jelöltjének eddigi munkája a garancia, hogy a megye és annak települései a fejlődés útjára lépnek. Háromszék mindenek felett azt jelenti, hogy a megye érdeke a magyar-magyar széthúzás felett van. Azt jelenti, hogy a megye érdeke az egyéni ambíciók felett van. Háromszék mindenek felett azt jelenti, hogy az megye érdeke a kisrégiók érdeke felett van. Olyan elnöke szeretnék lenni a megyének, aki képes az új összefogást megteremteni, hiszen az emberekkel szóba állva érezzük, hogy igény van újra a magyar összefogásra. Olyan elnöke szeretnék lenni a megyének, aki tudja, hogy hogy kell Bukarestből és Brüsszelből pénzeket hozni Székelyföldre, Háromszékre és a megye településeire. Ezért Háromszék mindenek felett.